Lehetne? Bízhatok benne, hogy megjelen a tévében? Igen. Na figyelnek ide. Akkor. Mi nekünk? Három gyerekünk van. A negyedik gyerek jön. Van egy lakás, amit ki szeretnének utalni, legalábbis céloznak rá. Inkább leveszem a szemüveget, hogy szemben nézzünk. Mert nem szeretek olyan szemüvegen keresztül nézni egy hölgyel, vagy egy úrral, vagy a közönséggel majd, aki nézni fogja ezt, mert gondolom nézni fogja. Az én lelkem és a családom állapota annyira felzaklatott lett, 6 éve várunk, családi lakásigélésünk be van adva. Hát volt egy törvénymódosítás valamikor, akkor hol van az? Sziasztok, testvérek! Mi folyik itt Gyöngyösön? Odafigyeltek már, emberek! Akkor mindenkivel megcsinassák! Elmentem az orvoshoz, annyira nem foglalkoztak velem, hogy inszalagszakadásom van. Azt mondták, 3 hét elmúlik, eltelt 3 hónap. De máma, bemegyek, feljelentem az orvosi bizottság előtt az egészet, mert én nem vagyok egy buta gyerek. Cigány gyerek vagyok, bár nem vagyok buta. A fiamnak, gyere csak ide, kisfiam, gyere ide apához. A városnak ezt kell, kiterítem. Szeretném, ha leadnátok, ha nem, fel fogok jelenteni mindenkit. RTL klubot akartam felkeresni, de most mintha az Isten küldött volna titeket. Bemutassák, mert a Gyöngyösi tévét nézzünk, van otthon kábel tévénk. Dongalában van a kisfiamnak. Ide orvosi papír nem kell, a tények maguké beszélnek. Ezt a tanácson 6 éve elmondtam, hogy már ki van a faszom az egésszel. De én most bemegyek, azt megölöm a polgármestert. Mi van? Azért van, hogy a szegény embereknek meg legyen teremtve. És bocsánatot kérek a nagy hangszintemé. Már nem bírom, hazamegyek egy kis lyukba, amit én csináltam. Hagyjál, most menj erősködj, most mindenki adjon. Megfárad az ember. Most is a bátyámhoz megyek ki a temetőbe, annyi a fájdalmunk. Jaj, nem dobtam le, bocs, bátya. Be kell menni a polgármesterhez, és ott kell cipu csinálni. Nem megyek! A polgármesterhez. A polgármester csak a sok pénzt magára küldi, meg elindít. Sokszor már az öngyilkosság keringet, öngyilkossági gondolat keringet sokszor. Mert a polgármester... Azt mondom, nem szabad meghalnom. Mert ott a 3 gyerekem, akit fel kell nevessek. Mit nevel? Olyan büttes vagyok. Hallgass, gyere vissza! Lássátok, hogy kinevetik az embert, hogy ha-ha, ez egy bolond, de az a bolond őszintén megmondja. Persze, hogy kinevetik a... Kinevetik az embert, de nem érdekel, ha kinevetnek. Mert elmondom a lelkemnek a gondját. Szeretném, hogyha ezt te továbbítanátok, mert az évadtok, a média azért van, hogy az embereknek a gondját és problémáját megoszta a várossal. Mi folyik itt? Köszönöm szépen. Többet nem is szólok. Igen. Tisztelettel, kedves uram. Kiannak a kedvéért, mert meghalt szegény, és ma lesz a születésnapja. A szegénységből is megvettem, csak arra tisztelettel, hogy a bátyám érezze azt, itt az én testvére. Alig várom, hogy ott legyek a temetőben. Mellette. Most bemegyek a templomba. Én köszönetet mondok az Istennek. Sőt, bocsánatot kérek tőle, hogy kiabáltam most. De nem bírtam már megállni. Na, annyira tele van a lelkem. Várjál, édesem. Ma annyira megfáradtam. Fiatal 28. Annyit szenvedtek ma. Megfárad az ember, megfárad. Mit mondjak még? Én nem volt képmutató. Soha nem voltam. Én szerettem azt, ha egy őszinte emberrel át tudtam találni.
barbár. Brutális kinézetem van.